Egyszer csak anyu hasa elkezdett nőni. De nem a sok evéstől. A hasában egy aranyos kisbaba kezdett alakot ölteni. Néha-néha anyu furcsa mocoltást érzett a hasában. A baba felébred és nyújtózkodik. És néha még rugdalózik is. Anyu hétről hétre egyre fáradtabb lett. Így apa is segített a ház körüli teendőkben. Egy nap anyunak fájdalmai voltak a hasában és a hátában. Gyakorlatilag mindene fájt. Apu bevitte a kórházba. A kisbaba bármelyik pillanatban megszülethet. A nővér gyorsan bevitte anyut a szülészetre, ott az orvos készen állt, hogy a világra segítse a kisbabát. Anya izgul, és mindene sajog. De a doktor megnyugtatta, és mondta neki, hogy nyomjon. Pár percen belül hallani lehetett egy éles, síró hangot, ami áthatolt az egész szobán. Megszületett a kisbaba. Bebugyolálta a kisbabát, és átadta anyunak. Apu kint van a váróban. Most a boldog szülők hazamennek az újszülött gyermekükkel. És mind az öt kis kacsa meg lett. Öt kicsi.
cukorka úszott ma, a domba kontúr és messzire. Anya kacsa mondja, háp, 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 és mindaz egy kis kacsa meg lett. Thank you.